A Reformátusok Szatmárért közhasznú egyesületet 2011-ben alapították azzal a szándékkal, hogy a szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő embereket összefogja. Ennek eléréséhez számos rendezvényt szervez az egyesület, amelyek közül kiemelkedik a Szatmár határok nélkül református találkozó. Történelmi Szatmár vármegyét nem lehet szétszakítani. Az emberek lélekben összetartoznak, határok nem választhatnak el bennünket, és ez azért is igazolódni látszik, mert az előadóktól függetlenül, ám bár fontos, hogy kik az előadók, működik, mondhatom azt keresztényként, hogy a Szentlélek munkája, hogy összehoz bennünket. Itt több ezren jönnek el. Csűri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke igehirdetésében arról beszélt, mit jelent valójában Jézus tanítása. Nem azt jelenti, hogy egy statikus valamilyen tananyag, amit el kell sajátítani, éppen ellenkezőleg egy olyan fajta életstílusra való nevelés, amelyben több metodika is jelenkezik. Jézust tanulni azt jelenti vele együtt élni, és az ő módszereit elfogadni, és azokat az élet mindennapi gyakorlatába beiktatni. Az istentisztelet után az érdeklődők szabadidős és színvonalas kulturális programokon is részt vehettek a vásártéren, az ínyenceknek pedig szabad tűzön főzték a finomságokat.